Köszöntöm a Szombathely ma nézőit. A mai adásban valósággal vadásztunk az érdekes témákra, hogy ez mennyire igaz, azt elsőként két vendégem is bizonyíthatja majd, hiszen a Szombathelyi Erdőgazdaságtól érkeztek. A velük való beszélgetés után visszaemlékszünk a közelmúltban bemutatott flash mobra, amelyet a Szavária Szimfonikus Zenekar csinált. Azután pedig majd beszélgetünk egy új filmfesztiválról is. Ebben is lesz némi érdekes. Úgyhogy én azt gondolom érdemes velünk tartani, sőt az adás legvégén még a Jóléti Alapítvány terveiről is hallanak majd, úgyhogy azt hiszem érdemes lesz velünk maradni. Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást Pukánszky Zoltán úr, aki vadgazdálkodási előadó a Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél, és Borsos Zoltán urat is nem kevesebb tisztelettel köszöntöm, aki pedig vadgazdálkodási csoportvezető a Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél. Hát ne arra, ugyanak én itt egy kicsit most vicceltem ezzel a vadásztunk az érdekes témákra, de alapvetően meg igazam is van, mert hiszen a vadászatról én azt gondolom, hogy sokakat érdekel, de nem biztos, hogy túl sokat tudunk, nagyon sokan. Én például biztos, hogy nem vagyok ebben nagyon otthon, de nagyon kíváncsian várom, hogy egy kicsit meséljenek arról, hogy mi a helyzet most. Mint megtudtam, ugye a vadászati év, a fő szezon végén járunk. Milyen feladatok következnek most majd? Hát a legfontosabb, amit tetszett mondani, hogy a vadászati szezonnak a végén tartunk, ugye február 28-áig tart, a március 1-től február 28-ig tartó vadgazdálkodási év. Gyakorlatilag a vadgazdálkodók túl vannak már a vadászati feladataiknak a 99%-án. Január 31-ével jó pár vadfajnak a vadászati idénye lejár. Februárban már csak a tervteljesítésnek, a nagyvadlelövési tervteljesítésnek, állományszabályozási tervteljesítésnek a vége marad hátra. Ilyenkor kell még a hiányzó vaddisznó, őz tarvad, dámtarvadból a hiányzó darabszámot még elejteni, terítékre hozni. Tehát ez a vadáztatási feladat, ami hátra van, a fő feladatok már megvoltak. Illetve most a napokban bejött a tél, beköszöntött a tél a hóval, és igazán az etetés. Tehát a vadászatok végeztével a vadgazdálkodóknak most kell igazán odafigyelniük, hogy etessenek, a vad most egy kicsikét nyugalomba fog kerülni, kevesebb lesz a zavarás, most kell intenzíven etetni, hogy jobban átvészeljék ezt a téli havas időszakot. Erről azt gondolom fogunk majd egy kicsit még bővebben beszélgetni, de hadd kérjem meg arra, hogy ismertessen meg egy kicsit minket azzal, hogy tulajdonképpen, amikor erről az Erdészeti ZRT-ről beszélünk, akkor valójában mekkora területről és milyen nagyságú feladatokról beszélünk? A Szombathely Erdészeti ZRT Vas megyében 9 vadászterületen irányítja a vadgazdálkodást, összesen 41 ezer hektáron. 2007. március 1-től lépett életbe az új 10 éves vadgazdálkodási üzemterv, akkor alakultak ki a megyében az új vadászterületek, 54 vadászterület lett kialakítva Vas megyéből, ebből 9, ahol mi irányítjuk a vadgazdálkodást. Ez konkrétan számokban azt jelenti, hogy a 41 ezer hektáron évente mintegy 3500-4000 darab nagy vad az, amit terítékre kell hozni. Ezt a számot a hatóságok, elsősorban a vadászati hatóság határozatban állapítja meg minden év elején, márciusban. Ez határozatban kiadja, és ennek a tervnek a teljesítése plusz-minusz 10%-on belül kötelező. A tervet mindig úgy adja ki a vadászati hatóság, hogy ismerve a megyének a nagy vadállományát, ha csökkenteni kell a létszámot, egy megemelt nagyvadlelövési tervet ad ki, ha szinten kell tartani, akkor egy szint, hogyha pedig növelni kell, akkor egy csökkentett vadgazdálkodási tervet. Az elmúlt szezonokban Vas megyében a cél az volt, hogy egy jelentős vadlétszám csökkentés legyen a vadkárok miatt, ezért a vadászati hatóság évről évre megemelte a nagyvadlelövési tervet, ami hatalmas nagy feladatot jelentett a vadászatra jogosultaknak, és ennek a teljesítése bizony nagyon komoly feladat. Milyen feladatokat vetesz fel ez a bizonyos nagyvad kilövési tétel? Ez a kinti kollégáknak
akik nap mint nap kint dolgoznak, nagyon fegyelmezett és következetes munkát követel tőlük, időjárástól és egyéb tényezőktől függetlenül. Ekkora mennyiségű vadat elejteni, ez nem szórakozás, ez kőkemény munka, amit meg kell valósítani. Egy részét azt értékesíti a cégünk a vadászatoknak, a kisebbik részét, amit nem sikerül, azt pedig állományszabályozó vadászatokon próbáljuk meg terítékre hozni, pontosan azért, hogy megvalósítsuk azokat a szakmai célokat, ami a vadkárok csökkentését valósítaná meg, és a saját alapvető érdekünk is ez egyben, hiszen mint gazdálkodók, erdőgazdálkodók nem csak a mezei, hanem az erdei károk csökkentése is fontos számunkra, és úgy gondolom, hogy ez közös érdek. És ennek a megvalósítása, ahogyan mondtam, nagyon komoly, következetes munkát igényel. Biztos találkoztak már azzal, amikor valaki, aki mondjuk nem ismeri túlságosan jó, vagy nem kedveli akár a vadászatot, mint olyat, hogy ugye kicsit úgy elhúzódik ettől a témától, vagy visszautasító, azt mondja, hogy az a rengeteg állat, amit ilyenkor ugye elpusztítanak. Találkoztak ezzel a felfogással, gondolom. Azt kell látni, hogy a vadnak az élőhelye az alapvetően megváltozott az elmúlt 30-40 évben. Ez azért történt, mert az intenzív élőhely használat, az intenzív, elsősorban az intenzív mezőgazdálkodásnak köszönhetően úgymond óriási táplálékbázis, óriási kínálat van a vad számára, ami azt jelenti, hogy óriási mértékben képes szaporodni, és nem csak szaporodni, hanem a szaporulatát fel is tudja nevelni. Egyes vadfajok tudtak alkalmazkodni ehhez a megváltozott élőhelyi körülményekhez, egyes vadfajok pedig nem, ezek eltűntek, főleg az apró vadfajok. A nagy vadfajok, amelyek alkalmazkodtak ehhez a körülményekhez, jelentősen felszaporodtak, és nekünk feladatunk beállítani egy olyan egyensúlyt, ami olyan létszámot, egy olyan állomány létszámot, ami elviselhetővé teszi az egyéb gazdálkodó egységeknek, tehát a mezőgazdaságban, vagy pedig az erdőgazdaságban a hosszú távú minőségi munkát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mivel nincsenek csúcsragadozók, a vadászat egy fontos eszköze ahhoz, hogy azt a természetes egyensúlyt, ami valamikor működött, ezt most mi megpróbáljuk magunk, hol jól, hol rosszabbul, de próbáljuk megvalósítani. Ezért kell vadászni. Azt mondja, ugye nincs csúcsragadozó, hát tulajdonképpen az ember az ebben az esetben. Milyen vadak vannak itt a területen? Vas megyében jellemzően legnagyobb mennyiségben a vaddisznó található, gímszarvas, kevesebb dám, a kőszegi hegységben él egy kis létszámú muflon populáció, és az apró vadfajok közül a mezei nyúl a fácán. Nagy vadfajoknál a vaddisznó az, ami az elmúlt években rendkívüli mértékben felszaporodott, és talán a legnagyobb gondot, vadkára gondolok, a legnagyobb gondot a vaddisznó okozta. Egyetlen egy szám, az elmúlt évben az erdőgazdaságnál 2000 darab vaddisznót kellett kilőni. Ez 1992-ben 600 darab volt. Tehát a 600-ról a 2000 az óriási nagy. Természetesen ebbe a több mint 20 évben egy hullámzás benn van. Tehát ez 2002-ben volt már 2000-es teríték, akkor a vadkár miatt drasztikusan bele kellett nyúlni az állományba, egy rendkívül intenzív vadászattal sikerült 3-4 év alatt 1200 darabra lecsökkenteni a vadlétszámot, a vaddisznónak a terítékét, és utána ez most megint megnövekedett. Tehát a vaddisznó az a vadfajunk, amivel nagyon nehéz gazdálkodni. Amennyiben elpusztulnak február-márciusban a malacok, a szaporulat újra bevúg, újra malacozik, újra megjelentek, amit az Zoli is említett, tehát hihetetlen, hogy mennyire alkalmazkodó képes, és a vaddisznó az, amivel a megyében nem csak nekünk, a többi gazdálkodónak is a legnagyobb problémája van. A gímszarvas, az úgy néz ki, hogy a gímszarvas állománya Vas megyében most már csökkenő tendenciát mutat, Fogya megyében, ott, ahol nagyobb erdőterületek vannak, mint az erdőgazdaságnak a vadászterületei, nagy egybefüggő erdőtömbök, ott még azért gímszarvas még található, de vannak olyan vadásztársaságok, akik jelezték már a vadászati hatóság felé, hogy gondjaik vannak a terv teljesítése. Őz, mezei vad, elsősorban mezei vad révén az mindenhol található, mint említettem, dám meg muflon pedig csak mutatóban. Igazából nem csak ugye a terv teljesítése miatt folyik a vadászat, hanem van ugye a bérvadászat fogalma. Ez itt Vas megyében mennyire jelentős? Kell, szükség van rá. Úgy gondolom, hogy nem csak az erdőgazdaságnak, vadásztársaságoknak is, hiszen ez egy nagyon fontos bevételi forrás.
most a társaságunknál, az erdőgazdaságnál, hogy az erdőgazdaság, mint állami erdőgazdaság a Magyar Fejlesztési Bankhoz tartozik. A Magyar Fejlesztési Bank, mint tulajdonságokat képviselő, gyakorlatilag előírta az hozzátartozó magyarországi 22 erdőgazdaságnak, hogy elvárás, a minél magasabb bérvadászati arány és a minél magasabb bérvadászati árbevételnek az elérése. Ezt nem csak passzióból csinálják, hanem elvárás kötelező, gyakorlatilag nagyon nagy értékkel gazdálkodunk, óriási nagy értékkel, hogy a természetben szabadon élő vad a magyar állam tulajdona. Elejtéssel, befogással, elhullással kerül a vadászatra jogosult tulajdonába. Elvárja a magyar állam, hogy az erdőgazdaságok, az állami erdőgazdaságok értékesítsék, amennyit csak tudnak. Ez konkrétan az erdőgazdaságnál számokkal azt jelenti, körülbelül olyan 800 ezer darab közötti gímszarvas került terítékre, ebből 180-190 darab, ami bika. A bikákból körülbelül egy olyan 40-45% ennek a 180-190 darabnak a 40-45%-a, ami középkorú, illetve idős korosztályú, ezek képviselik az igazán nagy értéket. Ennek gyakorlatilag a teljes 100%-os mennyiségét az erdőgazdaságunk értékesíti. A fiatal korosztály, ami gyakorlatilag a második éves elsőagancsú bikától az 5 éves korig terjed, annak is most már mintegy a felét értékesíteni tudjuk, de az a fennmaradó mintegy 20%, azt a személyzetnek kell meglőni, ugyanis a vadászati hatóság a határozatban, az éves nagyvadlelövési terv határozatában előírja, hogy milyen arányba kell fiatal korút lőni, sőt a korábbi években még azt is előírta, hogy ezen belül milyen arányba kell az a 2 éves elsőagancsú bikát terítékre hozni. Tehát gyakorlatilag nagyon magas arányba. A vad őzbaknál szinte majdnem 100%-osan értékesíteni tudjuk. Amivel a legnagyobb gondunk, problémánk van, az a vaddisznó. Ez a hihetetlen mennyiségű vaddisznó. 2000 darab vaddisznót nem tudunk értékesíteni. Ez egyszerűen képtelenség. Hajtóvadászatokat próbálunk meg eladni. Azok a vadászatok, ahol elmúlt évben társaságunknál 26 darab volt a napi átlag teríték, ez szabad területi vadászatokra vonatkozik. Gyakorlatilag amit csak tudunk, eladjuk. Ez azt jelenti, hogy november első hetében kezdtünk, 2013. november első hetében kezdtük az első vaddisznóhajtást. Most február 1-én lesz az utolsó társas vadászat. Minden hétvégén, minden szombat-vasárnap vadászatot tartunk. Van, amikor péntek is, illetve a hétfő is csatlakozik hozzá. És gyakorlatilag a vaddisznónak elértük azt, hogy a hajtásokkalnak köszönhetően ugye 60-65%-át bérvadászattal tudjuk eladni, de még az a fennmaradó 40-45%-a 2000-nél még mindig nagyon sok, amit viszont a személyzetnek kell, de itt azért kell elejteni, de azért itt, amit az Zoli említett, hogy nagyon kemény munka, itt azért arra is gondolni kell, amikor április végén, májusban elvetik a kukoricákat, minden éjjel az erdészeinknek, vadászainknak kin kell lenni a kukoricavetésen. Most amikor minden éjjel kin van, kukoricát őriz, de napközben viszont dolgoznia kell. És ez, hogyha attól függ, milyen az időjárás, a szárazságban egy hónap alatt kell ki a kukorica, hogyha nedvesebb, csapadékosabb az idő, akkor 2 hét alatt, addig folyamatosan, minden éjszaka, tehát azért ezek komoly feladatok. Kell elejteni a személyzetnek természetesen, mert a feladatot viszont a vadászati hatóság a tervteljesítést bevasalja rajtunk. Nem kevés a szabály és előírás az, amihez alkalmazkodniuk kell. Valóban rendkívül komoly munkának tűnik ez, és jó is, hogy egy kicsit többet hallhatunk most erről. Annyit áruljon még el, hogy ugye most már itt a hideg vadetetéssel, most gondolom, hogy már elindultak, megkezdődött. Így van. Szemes, lédus, illetve szálas takarmányokkal takarmányozhatunk. Elsősorban a szemes takarmány, ami óriási nagy az energiai értéke, a kukorica az, amivel legnagyobb mértékben mi dolgozunk, és vaddisznó szarvas rendkívül kedveli. A lédus takarmányoknak akkor van jelentősége, ha bejön a nagy hideg, a kemény hideg, illetve a nagy hó, magas hótakaró, mert ebben az esetben egyébként a táplálékhoz való hozzájutás jelentősen akadályoztatva van, tehát a vad számára. Ezért ilyenkor egyébként a vad rendkívül intelligens, tisztában van azzal, hogy a táplálékkeresésnek a
a során felhasznált energiamennyiség mennyi, illetve a táplálékkal felvett energiamennyiség mennyi, és hogyha úgy gondolja, úgy érzi, hogy nagyobb energiába kerül megkeresni és fölkutatni a táplálékot, mint amit az magához jut, nem indul el, és nem mozog a vad. Ebben az esetben ő hozzá szálas takarmányt viszünk, lédűs takarmányt kell vinni, és próbáljuk segíteni nekik a túlélést. Mivel nincsenek kemény teleink, nem voltak kemény teleink, egyre kevesebb a havas hóval borított napok száma, ezért ennek a jelentősége is csökkent, de mondom, tehát a vadnak a túlélési esélye az időjárás jelentősen meghatározza, és most jelen pillanatban a kukoricával úgy gondolom, hogy kellően tudunk segíteni nekik. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták mindezt. További eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen. Most pedig, ahogy az adás elején ígértem, a közelmúltban történt flashmob, azaz villámcsődület emlékét idézzük fel a Szavária szimfonikusok segítségével. Ramon Vargas, világhírű mexikói tárcsalót várják a műszaki osztályon. Mm-hmm.
A zenekar Ramón Vargas februári koncertjét népszerűsítette. Én azt gondolom, hogy teljes sikerrel akár ott a helyszínen, és bízom benne, hogy itt a televízióban is. És mi pedig most itt következő vendégemmel egy új filmfesztivált szeretnénk népszerűsíteni. Nagy-nagy örömmel köszöntöm itt a stúdióban kollégámat, Lovas Tibort. Először is engedjék meg a nézők, hogy mi tegeződjünk, mert mi hosszú-hosszú idő óta dolgozunk már együtt, úgyhogy kicsit nehezünkre esne, hogyha magázódnunk kellene. Viszont az is biztos, Tibor, hogy még te se ültél ott, ahol most ülsz. Nagyon ritkán. Hiszen vendégként még sosem jártál. Köszönöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívásodat. És hát természetesen örültem az iménti bejátszásnak, mert ott is egyfajta közösségépítésről van szó. A komoly zene barátainak a közösségét, ha kell, akkor ki kell menni olyan helyszínekre, ahol ők megjelennek. Hát nekünk meg ugye valahol feladatunk az, hogy a filmeseknek adjunk valamiféle lehetőséget közösségalkotásra, nem csak az alkotóknak, hanem a barátoknak is. A Szavária filmszemle szervezőjeként, lelkeként, motorjaként én azt gondolom, hogy ezért most nagyon sokat fogtok tudni tenni, fogunk, azt gondolom, mondhatom így. Így van. Az igazság a filmszemlével kapcsolatosan annyi, hogy ugye nem ez az első olyan szemle, amely filmeseknek szerveződik a részemről. Tehát valamelyest van egy kis belátásom, bepillantásom ebbe a területbe. A másik oldal pedig, és aminek köszönhető ez a Szavária filmszemle, az, hogy egyrészt vannak szombathelyi filmesek, akik régi kedves ismerőseim, gyakran vannak itt a stúdióban is közülük néhányan, Boros Feri, Horváth Zoli, Kozma Gábor és a többi és a többi. Fiatalok, akik alkotók, és sok helyütt, sok fesztiválon nyertek már filmeket, középiskolások, főiskolások. A másik pedig az, hogy Kollarik Tamással, a médiatanács egyik tagjával én a tavalyi év nyarán találkoztam, és elmondtam neki az ötletemet, hogy rendezzünk egy olyan filmszemlét, amely arról szólna, hogy a magyarországi szemlék bajnokainak versenye. Tehát a filmek bajnoki, hogy mondják, ezt a bajnokok ligája a fociban, ugye itt meg magyarországi fesztivál nyertes filmeknek meghívásos versenye, tehát nem mindenki jöhet erre a versenyre, hanem azok a filmalkotók, akiket mi meghívunk. Egészen pontosan a kollégákkal 10 szemlét néztünk ki, 10 filmszemlét magyarországit, és innen hívtunk meg 42-43 alkotót, akik közül 33-an már nagy örömmel jelezték, hogy jönnek. Itt egyébként beszélnünk el erdélyi alkotóról, vajdasági alkotóról, felvidéki magyar filmesről. De valószínűleg a többiek is elképzelhető, hogy visszajeleznek majd később, hiszen az gyorsan hadd mondjuk el, hogy ugye március elején lesz ez a filmszemle, tehát van még idő arra, hogy ők visszajelentkezzenek. Március 7-8, tehát egy péntek és egy szombat, ami a nemzetközi nőnappal is párhuzamba hozható majd. És az érdekesség ennek a filmszemlének, amit egyébként Kocka Tibor kolléga, igazgató úr is kért tőlem, hogy paci, legyen olyan, amilyen nincs az országban. És akkor ezért gondoltuk azt, hogy akkor lesz egy bajnokok ligája része, melyben mi hívunk meg filmeseket, akik valahol tényleg eredményt értek el, és őket jutalmazzuk nagyon. Tehát, hogy kapjanak olyan lökést, hogy a következő alkotásaikhoz anyagi, technikai támogatásban részesüljenek, és így elindulhasson egy újabb karrierfilm felé az az alkotó, és ebben a médiatanács úgy tűnik, hogy partnerünk, és támogat bennünket. A másik a független filmesek, akik viszont az országból bárhonnan jöhetnek, dokumentumfilm, kisjátékfilm, filmetűt kategóriában, közülük is várok, én megmondom őszintén, egy 70-80 filmet várok, tehát valószínűleg előzsűriznünk kell, mert minden film nem kerülhet vetítésre, nem fogunk a két napba beleférni. Ami még az érdekessége, és ami sehol nincs, hogy workshopokkal próbáljuk megtüzelni a fesztivált, tehát minden évben szeretnénk tanítani is azokat, akik ide eljönnek. És ebben az évben a forgatókönyvírás rejtelmeibe szeretnénk be tekintést adni mindazoknak, akik filmkészítéssel foglalkoznak. Éppen ezért aztán még egy vágyunk van, hogy tudjunk meghívni olyan fiatal alkotókat, itt mondjuk vizsgafilmesekre is gondolnunk kell, akik filmes szakmában szeretnének majd elhelyezkedni, és most kommunikáció szakon, filmes szakon, operatőr szakon dolgoznak, és vizsgafilmeket készítenek, és őket is meghívnánk ide, és a szállásukat egy éjszak meg egy vacsorát megpróbálnánk nekik valahogy támogatói pénzekből megfinanszírozni. Így aztán a szemlének nem csak szombathelyi, remélhetőleg érdeklődői lesznek, hanem egyrészt az alkotók jönnek majd el, másrészt pedig fiatal arcokat látunk itt, filmeseket, akik
akik tanulni is jönnek a filmezést is, technikákat, színészvezetést, ami majd a következő évek egyik terve lesz. Tehát úgy egyeztünk meg igazgatóra, hogy minden évben tegyünk valami pluszt a filmezés mellé. Idén forgatókönyv, jövőre színészvezetés, színészválogatás, rakjunk össze egy országos adatbázist amatőr filmszínészekből, akik szeretnének filmekben szerepelni, amatőr színészkednek, küldjenek be magukról egy kis snittet, küldjenek be fotót, fényképet, és azok, akik filmet készítenek, olyan nehezen találnak egyébként, nem a dokumentumfilmeknél, hanem a kisjátékfilmeknél, nagyon nehezen találnak jó szereplőt. Legyen egy országos adatbázis, ami itt van mondjuk Szombathelyen, ide lehet jelentkezni, és akkor minden filmes kereshet itt magának olyan arcot, amit karaktert, amit úgy elképzelt egy-egy megírt forgatókönyvben egy szerephez, és mi meg hozzásegítjük őt ahhoz, hogy összejöjjön egy olyan alkotócsoport, ami azt hiszem, hogy kiváló produktumokat hozhat aztán majd, és akkor az is elképzelhető, hogy a következő esztendőben ezek a független filmesek, mivel itt nálunk nyernek, már mint bajnokok térnek vissza, ha meghívjuk őket. Hát ez természetes. Nagyon nagy tervek, nagyon nagy álmok ezek alapvetően, de komolyan alátámasztott tervek és álmok. És hiánypótlóak is, én azt gondolom, hogyha a mostani filmes társadalmat nézzük, a lehetőségeket és a szűk megoldásokat, amikkel mondjuk a fiatal filmeseknek találkozniuk muszáj. Te könnyű helyzetben vagy, Kriszta, mert te tudósítottál is korábbi filmszemlékről, amikor, ahol együtt dolgoztunk úgy szintén, és te láthattad azt, hogy ezeknek az alkotóknak segítség kell, egy lökés, egy zsűri tagtól, mondjuk, aki egy elismert filmes szakember, mert ilyeneket szeretnénk ide hívni a Bajnokok Ligája zsűriébe például, akik átsegítik egy holdponton, vagy mondjuk anyagi támogatáshoz próbálják juttatni, ide pályáz, oda pályáz, érdemes, mert jó, de tovább kéne lépni, egy pici, így kezeld a kamerát, itt gondok vannak. Tehát ezek a szakmai beszélgetések nagyon hiányoznak, a fiataloknak egy-kettő, nyilvánosság nagyon hiányzik. Tehát nem tudják, hol bemutatni a filmjeiket. Minél több fesztivál kellene, ugye mi 10 találtunk, ahonnan érdemesnek láttuk, hogy hívjunk meg filmeket, de ennél azért több van az országban egy picivel, és hát meg kell próbálnunk, például nincs adatbázis, egy országos adatbázis a megszületett független filmesek alkotásairól, amelyből például a helyi televíziók válogathatnának, és mondjuk műsorra tűzhetnének egy-egy jó dokumentumfilmet. Erről beszélgettünk, csak megemlítem, hogy még két fontos támogatónk lesz, ha minden igaz, a Magyar Nemzeti Film Alap és a Művészeti Akadémia. Innen egy-egy zsűritagot is várunk azon kívül, hogy ők támogatnak bennünket. Havasi Ágnes, a vezérigazgatóval való beszélgetésem során azt mondta, hogy Tibor, a dokumentumfilmek nagyon fontos. A 21. század emberének a dokumentumfilmek adnak kapaszkodót, ráadásul, és én ezt mondtam is neki, hogy egy fővárosi rendező nem látja, ha mondjuk Szombathelyen, vagy Pécs környéken, vagy bárhol az országban a földből egy érték kifordul, azt ott egy filmes észreveszi. Hogyha valaki ott élete során a maga tevékenységével a magyar anyaföldön értéket hozott létre, azt a helyiek, a helyi filmesek tudják észrevenni, óvatosan kezelve feldolgozni, majd utána közkincsé tenni. De nekünk ebben meg segítenünk kell. Tehát hát igaz, amit mondtál, hogy ilyenekben tudunk segíteni. Igen, majd. És ami ugye a többes számot még jelzi, hogy különösen ugye a televízió közelsége, a médiacentrum lehetőségei, amik ehhez a nyilvánossághoz még inkább hozzásegíthetik a fiatalokat. Igazad van, és ez egy valós közszolgálatiság lenne a mi részünkről. Tehát azt hiszem, hogy ez nem csak a mi feladatunk, hanem minden helyi televízió, helyi médium feladata lenne, és főleg a televízióké, hogy még több lehetőséget adjunk, hogy ezek a fiatalok hadd mutassák meg azt is a kisjátékfilmekben, vagy egy film etüdben, hogy miként tudják kezelni a modern technológiát, hogyan gondolkodnak olyan dolgokról, amiket mi is látunk, az ember kettősségéről, amelyet nagyon nehezen értünk meg. Jók is vagyunk, rosszak is vagyunk, de ezeket olyan szépen hozzák a filmekben, annyira érdekesen látják a körülöttünk zajló 21. század problémáit, gondjait, veszélyeit, örömeit, és ezeket filmekben dolgozzák fel, melyek még
bizonyos esetben kezdetlegesek, tehát hogy bizony tovább kellett volna gondolni, alaposabban átgondolni. Ezért is terveztük azt, hogy legyen a forgatókönyvírásé az idén. Az a szerep, amely tanítva fogja vezetni őket, és hát remélem, hogy ez lesz majd a filmszemélynek is a lényege, hogy hosszú távon tanítva próbálunk segíteni a filmeseknek. Már a témafelvetés is lehet érték, és a témafelvetés, vagy az, hogy milyen problémát járnak körül a fiatalok most, én szerintem ez roppant tanulságos lesz mindenkinek, aki ezekkel a filmekkel találkozik, vagy dolgozik. Gondolom, nagy kíváncsisággal várod te is a beérkező pályázókat. Én az igazság, hogy már láttam néhány filmet, mert nem titkolom, 10-ig, február 10-ig várjuk a Bajnokok Ligája filmjeit, és ezekből már megérkeztek az elsők, szerintem egy olyan 10 körül már itt van. De a független filmesek, akik ráérnének, mert február 20-a a jelentkezési határidő, és a filmszemléknél az a jellemző, hogy a postás a szemle előtti néhány napon nagyon meg fog utálni bennünket, mert sokat kell lépcsőznie, hiszen mindig az utolsó pillanatban jönnek aztán majd a filmek, mert az alkotók akkor kapcsolnak. Jézus Mária, már csak 2 napon van, akkor gyors telefon, ugye még befogadják, ugye még küldhetjük, tehát ott még nem tudjuk, hogy mi várható, de én azt gondolom, hogyha a 42 Bajnokok Ligája filmből most 33 van, hogyha még egy 2-3 beérkezik, akkor azt hiszem, hogy örülhetünk. És mindenkit nagy tisztelettel hívunk majd a szemlének. Már, ahogyan mondtad, beérkeztek filmek, és egy picike ízelítőt azért mi is szeretnénk adni a nézőknek. Zajti Ferenc a Kultúra napszámosa című dokumentum filmjéből kaphatnak most a nézőink egy kicsinke ízelítőt. Bőbeszédű, rövid önéletrajz. A fordulat évében, 1948-ban Budapesten megszülettem. Karácsonyokra, dunaparti sétákra, az 56-os pincézésekre, mesére, rádiójátékokra emlékezem. Minden szóról lehetne valami fontosat, emlékezeteset írni. Ami most megállít, az egy olyan esemény, ami sokáig hatóan jelen volt az életemben. Apám a vasúttervezőnél dolgozott. Tőle származott az ötlet, hogy legyek én úttörő vasutas. Három ragyogó év, és utána még egy ráadás úttörő vezetőként. A mozgalmi dalok, a zakatolás, a kirándulások és a fegyelem, amit biztosan itt tanultam. Apám műszakinak mondható pályán dolgozott. Sokat tanultam tőle, főleg a sohasem unatkozó életet. Azt, hogy mindent meg lehet csinálni, amit magunk körül látunk, meg a jó ízlést, a képek az épületek szépségének, csúnyaságának miben létéről szóló tudományt, de inkább érzékenységet. Először közgazdásznak jelentkeztem, ide nem vettek föl, hát egy évre elmentem dolgozni. Szépen kerestem. Többet, jóval többet, mint amikor később népművelőként elhelyezkedtem. A műszerészkedés mellett visszajártam a gimibe irodalmi színpadot vezetni. Egy iskoladrámát próbáltam színre vinni, azt hiszem jól sikerült. Az egyik színészemmel szúrtuk ki a népművelés szakot Szombathelyen, a tanítóképzőben. Ez a képző a maga módján nagyon jó iskola volt. Már az első hónapban beindult a karrierem. Az új kollégiumba diák titkárt kerestek. Rám találtak a tanárok, mert egy évvel idősebb voltam a többieknél, és nem féltem, ha valamit csinálni kellett. Ezzel aztán a KISZ vezetőségbe is szépen beválogattak. Megállíthatatlanul robogtam a csúcs titkárság felé. Korán megtanultam a lent és fönt közötti életet, az egyensúlyozást hatalom és közösség viszonyában. Szinte egyetlen hallgatóként itt léptem be az MSZMP-be. És nagyon jól éreztem magam ebben a vidéki városban. Szinte semmit se tapasztaltam abból, ami a pesti világban történt, távoli és elkerülhető maradt.
Kollégám Lovas Tibor közben átadta a helyét következő vendégünknek. Köszöntöm itt a stúdióban a Város Jóléti Alapítványa kuratóriumának elnökét, Hamza István urat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek, örülök az emberekkel. Azért is lehet itt, illetve azért szerettük volna, hogy itt legyen, mert magáról az alapítványról is jó lenne egy pár szót váltanunk, ugyanis van egy komoly apropója most ennek a beszélgetésnek. Egy kerekasztalt, egy párbeszédet szeretnének. Miért is van erre szükség? Igen. Szombathely város a Jóléti Alapítványát 1991-ben azzal a céllal hozta létre, hogy az itt embereknek, a lakóknak a szociális gondjain tudjon enyhíteni. Elsősorban az időseknek, a fiataloknak, a szociálisan nehéz helyzetben levőknek, a beteg, sérült embereknek. És ez az alapítvány azóta minden évben az ezekkel a feladatokkal foglalkozó civil szervezeteket támogatja. Az alapítványt egy kijelölt kuratórium kezeli. Az a kuratórium, aminek én vagyok az elnöke, ezt a 2010-es új városvezetés jelölte ki. Azt hiszem, hogy nagyon körültekintő és jó módon, ugyanis ebben a kuratóriumban a négy történelmi egyház képviselői vesznek részt, és olyan civilek, akik ezzel a területtel már korábban is foglalkoztak, így kerültem én is ide be. És hát gyakorlatilag 2011-től, tehát most 3 év munkájáról tudok beszámolni. Minden évben a kuratórium pályázatot ír ki ezen a területen élő vagy dolgozó civil szervezeteknek. Minden évben eddig érdekes módon 22 pályázat érkezett. Ezeknek a pályázatoknak az összigénye, amit szerettek volna kapni, az 6-7 millió forint volt. Ennyit sajnos nem tudunk kiosztani, hanem minden évben körülbelül 2-2,5 millió forintot osztott ki a kuratórium a támogatásként. Meg kell azt mondani, hogy minden olyan civil szervezet, aki akármennyire is kevesebbet kapott, mint amennyit kért, mindig nagyon megköszönte és nagyon örült ennek a támogatásnak. Azt gondolom, hogy egy kisebb összeg is éppen segíti azért a munkát. Igen, igen. Hát olyan programokat szeretnénk támogatni, amelyeket tényleg a leginkább rászoruló emberek számára írnak ki ezek a szervezetek. Meg kell azt mondani, hogy évről évre vannak olyan pályázatokat, amelyeket sajnos nem tudunk támogatni, mert vagy olyan szervezettől érkezik be, amelynek bizonytalan a háttere, vagy pedig olyan program, ami nem illik bele ebbe a képbe. És most azért, hogy a civil szervezetek és a kuratórium között jobb legyen a párbeszéd és a kapcsolat, ezért most egy fórumot szeretnénk majd tartani február közepén, amelyen a szervezetek és a kuratórium jobban meg tudja ismerni egymást. A szervezetek meg tudják ismerni azt, hogy a kuratórium milyen célokat tart elsődlegesen támogatandónak. Ugyanakkor természetesen mi meg majd megismerjük azokat a szervezeteknek a működését, amely hát fontos ahhoz, hogy megbízható jó döntéseket hozzunk. De ez azért azt is jelenti, hogyha egy ilyenfajta párbeszédre buzdítják, hívják az érintetteket, hogy az elmúlt esztendőkben nem sikerült igazán jól bejáratni ezeket a kapcsolatokat. Hát az igazság, hogy a pályázók között nagyon sokan van, tehát sok olyan szervezet van, amelyik minden évben visszatérően pályázik, és azt kell mondani, hogy ezek a szervezetek számon tartják azt, hogy lesz majd ilyen pályázat, várják a pályázati kiírást, és jelentkeznek. Ugyanakkor pedig tudjuk, hogy lennének még további szervezetek, amelyek valamilyen oknál fogva nem pályáztak. Azon kívül
Például az elmúlt évben megpróbáltuk a pályázati kiírásban már egy kicsit jobban pontosítani, hogy melyek azok a legfontosabb célok, amelyekre érdemes pályázatot benyújtani. Ennek megfelelően a pályázó szervezetek, hogy mondjam, sokkal megalapozottabb, mértéktartó pályázatokat adtak be. Például nem 7 millió forint volt a végösszeg, hanem csak 4 millió forint. De még ez is soknak bizonyult, igen. De most például a tavalyi évben olyan volt, hogy gyakorlatilag az összes pályázó, aki jó pályázatot nyújtott be, támogatható pályázatot nyújtott be, az megkapta azt, amit kért. A többlet az volt, ami olyan pályázat, amit úgy ítéltünk meg, hogy ezt nem tudjuk támogatni. Mondjuk el akkor még egyszer a beszélgetés végén, hogy pontosan mikor, hol, hogyan várják, kiket várnak, ezzel is talán egy kicsit tudunk segíteni. Hát mindazokat a civil szervezeteket várjuk erre a fórumra, akik a városban tevékenykednek, akik a szociális szférában vagy szociális területen tevékenykednek, ifjúsággal foglalkoznak, idősekkel foglalkoznak, a szociálisan rászorulókkal foglalkoznak, a sérült emberek támogatásával foglalkoznak. Ez a fórum, ez február 17-én, hétfőn, 17 órakor a Városházán lesz, és ennek lesz még egy olyan programpontja is, amit érdemes előre már jelezni, hogy a város az áttér az ilyen támogatások, pályázatok odaítélésénél az elektronikus ügyintézésre. Erről is fognak kapni egy tájékoztatót, hogy jó pályázatokat tudjanak majd benyújtani. Bízom benne, hogy sokan lesznek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, és egy igazán gyümölcsöző párbeszéd bontakozik majd ki. Mi is tudósítani fogunk majd erről. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várjuk a szervezeteket, és természetesen a sajtó, a média képviselőit is. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További kellemes időtöltést, viszontlátásra.